javított kiadás. De nem csak erről van szó, a történelem megjelenésének irodalmi mikéntjéről, hanem a történelemről magáról is, a ma reprezentatív történetről. Arról, hogy a történelmi felelősség nem elvont, hanem személyes. Tehát, hogy derék dolog, ha annak idején derekosan viselkedtünk, de 600 ezer embert mégiscsak meggyilkoltak, és ezért viselni kell a felelősséget. Vagyis a nagyapám nem csak gyönge volt, vagy szkeptikusan visszahúzódó, ahogy többé-kevésbé a harmónia állítja, hanem ő volt az is, aki eltűrte a holokauszt gyilkosságait. Ez a mondat nem összeegyeztethető a családi emlékeimmel és érzéseimmel, hiánya viszont nem összeegyeztethető a történelem. És olyan vakságot, sőt, közönösséget jelent, ami nem összeegyeztethető az emberiességgel. Szóval lehet, hogy megtettünk mindent, amit lehetett, mentettük a zsidókat, és embereinknek jó grófja voltunk, de valahogy mégiscsak hiba csúszott a számításba, nem? Hogy gyorsan vagy nyeglén mondjam, egy olyan 600 ezeres hiba becsúszott. Nem kéne ezt a leghatározottabban rögzítenünk, közösen, mint nemzet, miközben oly hevesen ápoljuk nemzeti önérzetünket? Pontosabban, hogy ez is hozzátartozik ehhez az ápoláshoz, meg az önérzethez.